spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest that that's on. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a Bugatti boy, plus way back. I got the feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Nagyobb híre lesz ennek a sportágnak ettől? Ez a cél. Egyik részt ez az egyik célunk, hogy szeretnénk minél több emberrel megismertetni ezt a fantasztikus játékot. Másrészt pedig már sokkal többen tudnak róla, pedig még csak 2 órája megy a torna, mint ezelőtt, hiszen az idei évben Dabas 60 kilométeres körzetébe hirdettük ezt a rendezvényt, és nagyon sok együttműködő partnerünk van, akik promotáltak minket. Nagyon sok helyről, Ceglédről, Pestről, nagyon sok helyről jöttek, akik érdeklődnek a mérkőzések iránt. Milyennek találod ma a fiúkat? Nagyon harapnak, hála jó égnek. Ezt kértem tőlük, hogy ez az év eseménye nekünk, mint Dabas Sparks. Ugye idén még nem indultunk bajnokságba, csak edzőmérkőzéseink voltak. Nincs veszíteni való. Neki kell menni, és meg kell nyerni. Mennyire látod a fejlődést a tavalyi évhez képest? Jó kérdés. Ugye mivel hétről hétre, hetente háromszor mellettük vagyok, így kicsit nehezebb észrevenni a fejlődést. Mert velük együtt fejlődök én is, mint edző szerintem, de mérhető. Ez inkább a felvételeken fog látszódni, meg ez a győzelem is arra példa, hogy fejlődnek a fiúk. Szóval tavaly ugyanezt a Pannonbuszt kinkeservesen nem sikerült megverni, most kicsit kinkeservesen, de sikerült megverni. Ugyanúgy 30 kilóval átlagban nehezebbek, mint mi, fizikálisan erősebbek. Megoldottuk. Mennyivel komolyabb játékerőt képviselnek? Van egy pár, amelyik komolyabb játékerőt képvisel. Bocsánat. Viszont nem mondanám azt, hogy nagyon egy szinten van ez a 6 csapat. Az, hogy rutinban sokkal rutinosabb szinte az összes, kivéve az is a Szeged, mert ők kb. Akkor alakultak, mint mi, ugyanolyan majdnem hasonló szerveződési szinten vannak és stádiumban, mint mi. De a többiek azért régebb óta együtt vannak, sokkal több játékosuk van, aki indult komolyabb bajnokságban. Szerintem valahol a közép mezőnybe foglaljuk el a helyünket, de megoldjuk. A győztese az idei évben is egy kupával kapja meg az első helyezettet, valamint egy oklevéllel, valamint a Kecskemét csapat felajánlott egy ilyen óriás méretű pesgőt az első helyezett csapatának.